Következő előadásunkban Földessy Erzsébet aktivista, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének tiszteletbeli elnöke, mint egy 20 éves tapasztalatával. Egyébként ez a tapasztalat a fogyatékos emberek jogainak érdekképviseletéről szól, a helyi szinttől, az országos szinten keresztül, egészen az európai és nemzetközi szintekig. Szóval ezzel a hatalmas tapasztalattal beszél most egy nagyon különleges, több mint 10 évvel ezelőtti kiállításra, amelynek címe Újrafestett valóság, ép és fogyatékossággal élő művészek együtt alkottak. Ez tehát az előadás címe, Erzsébet. Fogjam, oké. Jó, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és előjáróban két dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt, hogy szívem csücske Veszprém, mert itt töltöttem a gimnáziumi éveimet, nem messze innét Tudaron születtem, úgyhogy mindig örömmel jövök ide. Másik pedig az, hogy tegnap egy nagyon izgalmas konferencián vettem részt, a fogyatékosságtudomány konferencia volt, és ott egy pszichoszociális fogyatékossággal élő barátunk szakértő számára rendeztünk egy emlékszekciót, mert a közelmúltban hunyt el, és őt tőle szeretnék idézni, mert azt gondolom, hogy itt is megállja a helyét. Általában úgy szokták beállítani a valamilyen tehetséggel bíró pszichotikus embereket, hogy pszichózisa ellenére alkotott. Szerb Antal volt az, aki volt elég bátor József Attila kapcsán leírni, hogy tisztességtelen előnye volt József Attilának, mert belőle spontán jöttek az őrültsége miatt azok a képek, amiért egy normális költőnek keményen meg kellett dolgoznia. Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag korrekt leírása a helyzetnek, de hogy ez nem csak ilyen területeken, mint a művészet tud működni, hanem a tudományokban is. Ő fizikus volt azért így. Azt gondolom, hogy nem kellene feltétlenül patológia tárgyává tenni a pszichotikusságot, mert hogy onnantól kezdve csak is olyasmi lehet, amitől meg kell szabadulni, és aminek értéke nem bír lenni. Nem tudja a társadalom, hogyan lehetne a tébollyal együtt élni, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megszabaduljon tőle. Ami, hogyha látna ennek a pozitív oldalát, picikét kevésbé erős késztetés lenne, mondta ezt Gombos Gábor, érdekvédő. Én azt gondolom, hogy ez a jelen előadásomhoz is kapcsolódik, hiszen a mozgássérült, vagy bármilyen fogyatékossággal élő művészek nem annak ellenére tudnak művészien alkotni, mert ők szájjal vagy lábbal festenek, hanem pont azzal az élethelyzettel, abból az élethelyzettel látják úgy a világot. És a művészek számára, a fogyatékossággal élő művészek számára nem igazán a maga a mozgássérültségük az, ami akadályozza őket a művészeti készségei kibontakoztatásában, hanem pont az a szemléletbeli, fizikai vagy infokommunikációs környezet és az abban rejlő akadályok, amik őket akadályozzák a társadalmi részvételben. Ugye a fogyatékosság az, ami tulajdonképpen a társadalmi részvételt akadályozza, jelen esetben a művészet területén. 2012-ben, majd most is kétkezest játszok, igen, 2012-ben a ép és fogyatékossággal élő művészek együtt alkottak, és akkor mindjárt megyünk tovább, a Magyar Nemzeti Galériában, és itt ugye lesz szó a kiállításról, de a lényeg az, hogy együtt alkottak, mert vannak külön kiállítások a fogyatékossággal élők műveiből, vannak integrált kiállítások épek és fogyatékossággal élők műveiből,
de együtt alkotni és úgy kiállítani, az nem olyan mindennapos dolog. Beszélek egy kicsit arról, hogy tud együtt működni a művészetek területén a privát, az állam és a civil szféra, hogy lehet ebből jót kihozni. Aztán beszélek az együttalkotásról, magáról a kiállításról, arról, hogy a kiállítás önmaga is nagy dolog, de hogyha még ezt körbevesszük eseményekkel, akkor ez még hatásosabb tud lenni. Ugye ilyen kiállítási esemény tárlatvezetés volt gyerekeknek, szájjal, lábbal festés, utcai körülmények között, színészekkel, stb. Aztán megnézzük ennek a kiállításnak az utóéletét, és egy picit összefoglalom az eredményeket. Ez a négy résztvevő volt az, aki létrehozta ezt a programot. Adva volt egy Mozgássérültek Budapesti Egyesület, amelynek képviseletében ülök itt, és főszervezője voltam ennek a rendezvénynek. A mi feladatunk ugye az, hogy közösséget építsünk, szolgáltatásokat nyújtsunk a fogyatékos emberek, mozgássérült és fogyatékossággal élő emberek számára. Ilyen szolgáltatás közé tartozik, ki szeretném emelni az egyetemes tervezés tanácsadás szolgáltatás, ami a fő művészethez is kapcsolódik, hiszen hogyha a művész is átgondolja azokat a nézőközönséget, vagy azokat a felhasználókat, amelyek különbözőek az átlagtól, már pedig majdnem, hogy több van, mint az átlag, akkor elérhetővé teszi a saját alkotását. De fontos szempont volt számunkra az is, és általában a fogyatékos emberek érdekképviseletének fontos szempontja az, hogy láthatóvá tegye az értékeit a tagjainak. Ne csak mint egy sajnálatra méltó alany állítsa be, hanem az értékeket bemutassuk, és ennek egy nagyon fontos eszköze a művészet. Azt szerettük volna, hogyha a társadalom egy kicsit más szemszögből néz a mozgássérültekre, és a más fogyatékossággal élőkre. Aztán volt egy Polifárbe részvevője ennek a programnak. Biztos hallotta mindenki már a Polifárbe festékgyárról, a Platinumról, ugye, mint a csúcsok csúcsa a falfestészetben. Ő pedig egy családi vállalkozásból nőtte ki magát, egy Magyarország legnagyobb festékgyárává, és mindig is szerepelt a társadalmi felelősségvállalás programjában a festékkel való segítés egészségügyi intézményeknek, iskoláknak, szociális intézményeknek. És akkor ünnepelte a 20. születésnapját, és a termékek kapcsán egy picit szerette volna látni, hogy az ő festékei vajon megállják-e a helyüket, mint művészeti alkotások. És aztán volt a Magyar Nemzeti Galéria, ami 2012-ben már a harmadik éve futtatta az esélyegyenlőségi programját, és azt gondolta, hogy ez az esemény belefér ebbe az esélyegyenlőségi programjába. Egyébként társadalmilag hátrányos helyzetű embereket juttatott közel a művészethez. És volt egy kommunikációs, KRQ kommunikációs cég, akivel az Egyesület már előzőleg dolgozott, mégpedig ilyen projekteken, hogy a mozgáskorlátozottak számára a felfestett parkolóhelyeket illegálisan elfoglalják, és hogy erről egy ilyen tudatosság növelő tréninget, hogy miért kellenek azok a helyek, miért úgy vannak kialakítva, azt már együtt működtettük. És akkor ugye volt egy Budapesti Egyesület, aki a 35. születésnapját akarta megünnepelni, volt egy Polifárbe, aki a 20 éves születésnapját, volt egy Magyar Nemzeti Galéria, aki esélyegyenlőségi programjában illeszkedően jól jött, és volt a kommunikációs ügynökség, aki
aki meg akarta, hogy ilyen programok, hogy másokat segítsünk, vagy a fogyatékossággal élők céljait segítsük, programokat támogasson. Ezek mind-mind olyan tényezők voltak, akkor amikor azok nekünk jól jöttek. Szóval szerencsés együttállása volt ez a csillagoknak. És ugye mindenképpen az volt a célunk, hogy kihasználjuk a festékek sok színűségét, az emberek sok színűségét, hogy különféle emberek fessenek, és hát bebizonyítsuk azt, ugye, hogy a fogyatékos embereknek, hogyha másokkal azonos feltételeket biztosítunk, akkor ők is tudnak olyan helyzetbe kerülni, hogy kihozzák magukból a tehetséget és alkotnak. 2012 nyarán 20 mozgássérült és épp kortárs művész egymást inspirálva közösen alkotott. Itt látható egy-két kép róluk. A Mozgássértek Budapesti Egyesülete meghirdette, hogy van egy ilyen lehetőség, és azt kértük az alkotóktól, hogy küldjék be előzetes alkotásaikról a fényképet, és csináljanak egy vizuális vázlatot arról, hogy ők mit szeretnének kiállítani. És voltak többségi kortárs festők, akik pályázhattak erre a lehetőségre, és voltak meghívásos alapon már elismert festők, akik részt vehettek rajta. És akkor egy szakmai zsűri válogatta ki a résztvevőket, hogy kiknek adják meg ezt a lehetőséget. A szakmai zsűri az például a Magyar Nemzeti Galéria kuratóriuma volt, aztán egy másik művészeti körnek a vezetője, és a Budapesti Egyesület, nyilván mi nem szakmai alapon ültünk ott. És elég meghatározták a témákat, meghatározták azokat az értékeket, amelyek mentén lehet festeni, de azért mégis megvolt a szabadságuk a művészeknek. Tehát bár körül volt határozva, de megvoltak adva azok a tematikák, amik köré lehetett csoportosítani ezeket a műveket. És aztán egy zsűri választotta ki, szakmai zsűri, és nem az alapján, hogy sérült-e valaki, vagy nem sérült, hanem hogy az alkotása az megfelele azoknak a szempontoknak, ami alapján bekerülnek ezek a művek a Magyar Nemzeti Galéria falai közé. Ugye nem lehet elmondani, hogyha valaki művész, akkor ő tudja, hogy mit jelent az, hogy a művészetek házában, a falai között festeni. Tehát ez hihetetlen inspiráló volt maguknak a művészeknek. És maga az is inspiráló volt, hogy művészek, független attól fogyatékos, nem fogyatékos, egymásnak tanácsokat adtak, hogy melyik festék, mire alkalmas, akár zománc festék, akár fal festék. Mindegyiknek más volt a technikája, és ők ezt megosztották egymással. És ráadásul még a galériának a művészeti kuratóriuma is oda ment az alkotók közé, és ő is segítette a munkájukat, szakmai tanácsokkal látták el őket. És hát 3 hónap volt az, ami alatt ezek elkészültek, ezek a művek. Hogy mit adtak az egyes szereplők? Mozgássérültek Budapesti Egyesülete speciális szolgáltatást biztosított a művészek számára, odaszállította őket, elszállásolta a vidékieket, akadálymentes szállást keresett nekik. Megvettük a konzultáció alapján, a művészekkel való konzultáció alapján azokat a könnyű ecseteket, amelyeket például a szájjal-lábbal festők használnak, farost lemezt, vásznat, mindent, amit a művészek kívántak, és mindezt a Polifarbe anyagi támogatásával, aki nem kérdezte, hogy miért kellenek ezek a,
ezek az eszközök, ezek a kellékek. A galéria ugye adta magát a termet, és a Polifárbe ugye említettem az anyagi támogatást. És akkor így nézett ki, hogy újra értelmeztük a falfestékeket. Nagyon sok kisfilm jelent meg egyébként magáról a galériáról, magáról az eseményről. Így nagyon sok emberhez eljutott, hogy milyen eseményről van szó. Ugye a sokszínűség az mindenhol megmutatkozott, és ezt így használtuk is, és azért az emberek sokszínűsége az nagyon meghatározó volt ebben a rendezvényben, annak a hangsúlyozása. Október 18-ig terveztük a rendezvényt, szeptember 5-én nyílt, október 18-ig terveztük, és akkor majd mondom, hogy tovább meghosszabbítottuk. A kiállításon 200 ember vett részt. Szerintem nagyon nagy dolog. Politikusoktól kezdve persze mindenki mellénk állt. Ugye ez egy látványos esemény. És nagyon szép lett a kiállítás. Úgyhogy nagyon a mozgássérült művészek, de a többiek is, tehát annyira örültek, mert még az épp kortárs művészek között is egy hatalmas esély, számára is egy hatalmas esély volt ide bejutni. Mert azért, ha meggondoljuk, sokszor egy emberöltő kevés ahhoz, hogy bejusson valaki egy ilyen kiállításra. Úgyhogy itt az oldalán látszik a galéria falának, ahova a művészek és műveik föl voltak sorolva, és nem említettük meg, hogy melyik a fogyatékossággal élő, hiszen a művön volt a lényeg, nem azon, hogy ki volt az alkotója. Ezt elmondtam, igen. Aztán úgy döntöttek a nagy látogatottságra való tekintettel, hogy meghosszabbítják október 18 helyett, december 9-énkéig tartott. Azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy a galéria ennyi ideig helyszínt adott ennek a kiállításnak, és egy kicsit össze tudtuk kötni a fogyatékos emberek nemzetközi napjával a finiszázsát, művész ilyen szólva, ennek a kiállításnak. Itt is 150 fővet részt. Picit összekötöttük egy szakmai nappal. Az ELTÉ-ről Köncei professzor beszélt a befogadás, a művészetről, mint a befogadás fontos eszközéről, és szakmai vezetést tartottak a művészek, ilyen vezetett tárlatot. Láthatóak a képek, ugye a kiállítás műveivel és magukkal, a látogatókkal. És egy kis hangot kérek. Tényleg én mindenkivel itt találkoztam először, aki ezen a kiállításon szerepel, és az egy hónap után úgy gondolom, hogy még barátságok is születtek ebből a kapcsolatból, de ilyen jó hangulatú visszaemlékezés és örömbeli találkozás, mint ami a záróünnepség keretén belül volt, tényleg nagyon jó. És úgy gondolom, hogy tanultunk is egymástól, és a, nem tudom, a mindenki? Fiatal kortárs művészek, akiknek szerintem nagy része itt találkozhatott ilyen közelről mozgássérültekkel. Hát velük is nagyon, nagyon jókat beszélgetünk. Egy-egy képet megbeszéltünk, nem? Tehát számomra nagyon nagy élmény, és nagyon örülök, hogy ez a kiállítás létrejöhetett, és úgy, hogy nem csak behoztunk egy képet, hanem hogy együtt készítettük. Nagy élmény. A festményedet, ahogy akarjuk, úgy fejezzük be, hiszen Lukas a közepe. Te hogy fejeznéd be ezt a kiállítást, ami december 9-én zárul? Mi a szummája számodra? Hát akkor már inkább a happy end mindenképpen, mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a szőrös szívű profit orientált cégek, és ugyanakkor
amögött is kiderült számomra, hogy milyen lelkes és becsületes és milyen nyílt meleg szívű emberek ülnek, például a Polifarbénél is, a reklámirodában is, mert pont azt mondtam a köszönetemben, amikor találkoztam velük, hogy a profizmusuk nem volt meglepő számomra, mert sok emberrel szoktam együtt dolgozni, hanem az a szeretet, ahogy mindenkihez hozzáálltak. Engem ez egy kicsit le is nyűgözött, mert vagyunk őszintén, olyan hidegebben szoktunk egymás mellett elmenni. És nekem mindenképpen happy end. Épek és hátrányos helyzetűek közös kiállításához dolgoztál-e már valaha fogyatékkal élőkkel? Így hangsúlyozottan nem, már igen egyébként, de koncentráltan még nem, és én festőként semmilyen különbséget nem éreztem. Tehát érdekes, mert ugye mindig azt mondtuk, hogy meg kell ismerni az embereket, meg minden, nekem egy kicsit ilyen nyílta volt az egész, mert nekem semmilyen különbség nem volt, csak technikailag, hogy ki mivel fest, melyik testrészével idézőjelbe téve, hiszen mindannyian azt látom, hogy mindannyian az agyunkkal dolgozik, és az mindenki nagyon színes volt és nagyon ügyes. Tehát mindannyian az agyunkkal dolgozunk, ez nekem nagyon tetszett, azért is tettem be. És aztán említettem, hogy számtalan esemény volt a kiállítás körül. Voltak ezek, hogy amikor dolgoztak a művészek, akkor beengedték oda a sajtót, TV2 például ezt közvetítette, együtt festettek, próbáltak festeni a szájjal festőművészekkel, vagy a lábbal festőművészekkel. Gyerekcsoportokat szerveztünk, mozgássérült művész vezette a gyerekcsoportokat. Ti vállaltok egy ilyen kiállítást megszervezni, akár a festményeket megfesteni, létrehozni? Meg kell próbálni, hogy sikerül-e, hogy jól tudunk-e festeni, hogy milyen, hogy mennyire tudunk, és mekkora technikánk van hozzá. Azt tudjátok-e, hogy ezeket a festményeket részben hátrányos helyzetű fiúk és lányok készítették, tehát valakinek kerekesszékben ül, valakinek nem működik úgy a keze, a lába, mint mondjuk nektek. Nehéz lehet így vajon festeni? Hogyan gondoltok? Nagyon nehéz lesz, szerintem. Hogyan gondoltok ti azokra az emberekre, akik kicsit másak, mint mi? Hát, hogy nehéz lehet nekik festeni, én úgy gondolom, de mégis nagyon szépeket alkotnak, és érdemes megnézni őket, én szeretem őket. Nehéz életet élnek, nagyon nehezet. Hát nem tudnak futni, lehet, hogy nehezen mennek le a járdáról, ha át akarnak menni az útesten, de tudunk nekik segíteni, hogyha véletlen arra járunk. Nyitottak voltak a gyerekek. Aztán kimentünk az utcára is, például a Vigadó térnél is közös események voltak. Bárki hozzánk csatlakozhatott. Itt főleg sztárokkal próbálkoztunk, hiszen hozták a sajtót. Tehát nagyon fontos volt, hogy ők is megpróbálkoztak ezekkel a technikákkal. Nagyon érdekes volt, ahogy egy szájjal festő elmesélte, hogy ő mennyire szereti ezeket a nyitott eseményeket, amikor úgy hozzá, ő taníthat másokat, hogy hogy kell ezt csinálni. Mert nagyon baráti hangulat tud kialakulni, és sokkal közvetlenebb, mint hogyha csak például a művét nézi. Ugye ők ilyenkor elmesélik azt, hogy mennyivel nehezebb szájjal festeni, hiszen nagyon közel kerülnek a képhez, nem tudják úgy átlátni a képet, ahogy így messziről egy művész, ahogyha kézzel festünk, és hogy nekik ugye segítség, meg hát másoknak is segítség kell ahhoz például, hogy az ecsetet kimossa valaki. Sokkal jobban megkönnyíti a munkájukat, vagy a vizet lecserélik, mert akkor felgyorsítja, tehát nem avval kell eltölteni az idejét, hogy ezeket a technikai dolgokat elvégezze, hanem tud jobban a művészetre koncentrálni. Itt is a Varga Viktor, vagy a nem tudom milyen Péter, bocsánat, sztárok festettek. És ez pedig a galériában fogadt
hallgattuk speciális tárlaton a művészeket, akik szintén részesei lehettek annak, hogy hogy kell kerekesszékből nézni az alkotásokat, milyen technikákat alkalmaznak a művészeink. És akkor ez egy kis film lenne még. Aha. Ezek az utcai események nagyon sok sikert hoztak nekünk. Hihetetlen cikkek jelentek meg róluk. Nagyon kiállítás, látvány. Amíg nem megyek, tülecske, kina, haja. Ez fárasztó, nem ér. Annyira nem könnyű azért. De minden esetre az ember megtanítja arra, hogy megbecsülje azt az egészségi állapotát, ami esetleg van. Hajót ábrázol, van ott egy kis halacskám is. Élményt ad azoknak, akik tudtak létrehozni szájjal vagy lábbal valamilyen alkotást, és ezt megbeszélik az emberek, és jól érzik magukat a sérült művészek környezetében, és ez nagyon fontos, mert első kézből meg tudják. Nem volt vége a kiállításnak ezzel. Azt gondoltuk, hogy ennél többet, és a Polifárban is ezt gondolta a finanszírozó, hogy ennél többet kell tenni ezekkel az alkotásokkal, és két fele nyílt az alkotásoknak az útja. Az egyik külföldre ment, a másik pedig öt magyar várost járt körbe, ugyanilyen eseményekkel tarkítva, hogy próbatételek, gyerek, iskolás osztályoknak a tárlatvezetése. Így volt Vácott, Pécsett, és nagyon szép helyeken voltak, tehát tehát ilyen galériákban voltak, nem akarok leminősíteni semmi más helyet, tehát a helyén voltak az alkotások. Művészeti alkotások Kaposváron. Ő egy Albert László kaposvári festő, tehát nagyon nagy szívügye volt neki, hogy oda is eljusson az alkotás, Debrecenbe is eljutott, és Győrbe is eljutott. Ezekre a helyekre elhívtuk a fogyatékos emberek szervezeteinek a képviselőit is, bátorítva őket arra, egyrészt, hogy nézzék meg az alkotásokat, bátorítva őket arra, hogy lehet idáig eljutni, hogyha valakinek ilyen képességei vannak. És tehát mindig megteltek ezek a galériák nézőközönséggel. Hát azt említettem, hogy nagyon nagy média figyelem kísérte, és nem csak a sztárokat a bulvár média miatt hívtuk, ők azt hozták, de nagyon sok más újságban is megjelentek ezek az alkotás, vagy ezek a hírek, és hát az utcai demonstrációk is hozták ezeket a sajtókat. Számtalan hír. Picit hogyha össze kéne foglalni az eredményeket, akkor nagyon fontosnak tartom a hármasságot, ahogy a privát szféra társadalmi felelősségvállalás programjába bekerül egy ilyen támogatás. Megkérdeztem a KRQ kommunikációs ügynökséget, hogy milyen sikerrel jár akkor, amikor bepróbálkozik a privát szféránál ezekkel a ilyen jellegű programokkal, és azt mondta, hogy csak akkor sikeresek ezek a programok, hogyha ő már eleve találja a megoldást. Tehát egy állatmenhely az kézzel fogható a cégeknek. Még a beteg gyereket nevelő családok is közelebb állnak a cégekhez.
De alapvetően érzékenyíteni kell a cégeket arra, hogy ők befogadjanak egy ilyen jellegű programot, amikor fogyatékossággal élő tehetségekről van szó, hogy azoknak a támogatását például, mert nem igazán találkoznak fogyatékos emberekkel, és ez elég ilyen lehangoló volt, és akkor ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy szerintem nagyon fontos lenne, hogyha nincs kialakult képe egy cégnek arról, hogy vajon mit kezdjen egy társadalmi felelősségvállalás programjával, hogy akkor ezeket az ügynökségeket kell érzékenyíteni. Mindenkit érzékenyíteni kell ebben az országban, de ők kulcs elemei ezeknek a rendezvényeknek. Hát ugye, mikor azt mondjuk, hogy újra festett valóság, akkor tényleg egy kicsit újra festettük. Együtt élt 20 ember, 20 alkotó egy közegben. Tehát erről álmodik minden fogyatékos ember, hogy ő mással élhessen, mással dolgozhasson, mással alkothasson, és ez sikerült. Aztán a galériában megjelenni egy művésznek az nagyon nagy dolog, és majdnem 6 hónapig ott voltak a művészeink, ugye az alkotással együtt. Tudtunk biztosítani, be tudtuk bizonyítani azt, hogy egyenlő feltételeket lehet biztosítani a fogyatékossággal élő művészeknek. És tudtak olyat alkotni, ami nem az volt, hogy ja, hát persze jó ez a kép, mert ezt fogyatékossággal élő alkottak, ott tegyük ki a falra, hanem egy szakmai zsűri volt az, aki bejuttatta ezeket az alkotásokat, és megfelelt azoknak a standardeknek. És hát a látogatottság az, hogy a megnyitón 200 fő, a záron 150 fő, országosan több mint 10 000 fő, aki látta ezt a kiállítást, akkor 106 nyomtatott sajtóban megjelent cikk, 239 online cikk, és 43 rádiós, televíziós megjelenés, és ezt azért tartom fontosnak, mert hogyha megfigyeljük a médiában, mindig a szegény, fogyatékos emberek jelennek meg, akiknek segíteni kell. Itt pedig olyan aspektusból jelentek meg a fogyatékos emberek, hogyha másokkal azonos feltételeket kapnak, a sajátos igényeiknek megfelelnek a körülmények, akkor ők is tudnak nagyot alkotni. És ez a pozitív image a fogyatékos embereknek, ez az, ami alapvetően hiányzik a médiából, és erre hangsúlyt kell fektetnünk. Hát ugye ez a legnagyobb eredmény, hogy a többségi társadalom megismerte. Sokat tartunk magunknak konferenciákat, de az, hogy a többségi társadalomhoz kifele menjünk, és úgy győzzük meg őket a pozitívumaig, mainkkal, hogy ők elfogadjanak. Hát ugye itt a sokféleséget akartuk hangsúlyozni, sokféle hátterű, képzettségű művész volt a 20 ember között, és ők meg tudták mutatni mindannyian az értékeiket, és együtt tudtak dolgozni. És azt gondolom, hogy ez nem egy nagy lépés volt, de mégis előrelépés volt abban, ez a rendezvénysorozat, hogy a fogyatékos emberekről pozitív kép alakuljon ki. És hát köszönöm szépen a figyelmet.